Abban itt valamennyi kollégánkkal egyetértünk, hogy egy klasszikus hamburger után nyáron azért nagyon jól esik egy hideg sör. Nos, sörből azt hiszem, hogy nagyon nagy lesz a kínálat a 6. Nagykárói Sörfesztiválon. Sveda Anita a vendégünk. Szia Anita, jó estét! Jó estét! Igen. Lehet, hogy most valaki azt mondja, hogy na most két nő beszélget a sörről, hát mit is tudhatnak a nők a sörről, de úgy gondolom, hogy ma már tényleg annyira széles a repertoár, és annyi féle és ízű és színű és mindenféle alkoholtartalmú sört lehet vásárolni és fogyasztani, hogy a lányok is bizony megkedvelték ezt a fajta frissítő italt, mert hogy vannak lányos sörök is, gondolom, hogy a fesztiválon aztán tényleg hatalmas a választék, de hát én beszéljünk egy picit arról, hogy ezt már 6. alkalommal rendezitek meg. Nos, a sör mellett azért biztos van valami más hozzávaló is, amitől sikeres ez a rendezvény. Hogy látod, mi az? Igen, néhány évvel ezelőtt, pontosabban 6 évvel ezelőtt döntött úgy Nagykálóváros önkormányzata, hogy ugye ott az a gyönyörű nagy tér, a Kálai kettős tér, és ezt megtöltjük programokkal, és ekkor vette kezdetét az első rendezvény, ami a Sörfesztivál volt. Elsősorban különböző söröket kínáltunk akkor, ez most egy kicsit már változott, néhány évvel ezelőtt egyetlen egy élesztő sörözővel tartjuk a kapcsolatot, aki magyarországi és külföldi sörfőzdékkel is tartja a kapcsolatot és az ő söreiket árulja, ez kimondottan csak kézműves sörök, ezek a bolti forgalomban, illetve a hétköznapokon nem vásárolhatóak, tehát a mi fesztiválunk attól fesztivál, én azt gondolom, hogy nem 100 féle sör van, hanem 6-8 féle sör van, de ez olyan sörkülönlegességek, amiket ebben, tehát itt Nagykálóban, csak itt ebben az időszakban tudják megkóstolni az emberek. Természetesen, hogyha ellátogatnak ezekhez a híres nevezetes sörfőzdékhez, akkor ott a helyszínen is, de mi ezt kínáljuk az ide látogató vendégeknek. Különböző alkoholtartalmú söröket lehet lesz majd kóstolni, és úgy, ahogy mondtad, a hölgyeknek is kedvezünk, hiszen egyre népszerűbb a sör a hölgyek körében is, ezt a fiatalabb korosztálynál is tapasztaljuk. Meggyes sörrel fogjuk várni a hölgyeket, és természetesen lesznek a komlósabb sörök, ami az IPA sör, és egy kicsit kesernyésebb íze van, illetve a kevésbé erőteljesebb APA féles sörök, illetve lágersörökből is lesz a barna és világos lágersör is. Úgyhogy remélem, hogy mindenki kedvére kóstolgathatja majd a söröket, mind a mellett, hogy jó idő lesz, és nem esni fog az eső, és természetesen mind a két napon különböző koncertekkel várjuk az ide látogató, Nagykálóba látogató vendégeket. Mondtad már a dátumot, vagy csak én nem figyeltem? Nem, ez jövő hét péntek szombat lesz, ami azt jelenti, hogy június 22 és 23-a, péntek este a Fortissimo zenekarral kezdjük a Sörfesztivált. Ugye ők egy jazz, pop és retro zenéket játszó zenekar, ők még nem igazán voltak itt a környéken, szeretnénk egy kis újdonságot, majd őket követi este 9 óra tájékában Mystery Gang, ők már voltak Nagykálóban, úgyhogy őket közkívánatra hívtuk vissza, ők ugye rock and roll zenét játszanak, fergeteges hangulatot tudnak csinálni, következő napon pedig a Cimbali Band koncerten vehetnek részt az érdeklődők, és az ABCD zenekar zárja majd az idei sörfesztivált. Hát ugye, mint minden kültéri rendezvényhez, tényleg az egyik legalapvetőbb, a sikeréhez a legalapvetőbb hozzávaló az, hogy jó idő legyen. Egy sörfesztiválnál meg azért szintén fontos, mert melegben ugye jobban esik a sör, és gyakorlatilag ugye úgy tűnik, hogy ezzel nagyon klassz módon egyfajta olyan függőséget teremtettek, hogyha valaki tényleg rákap valamilyen finom sörre, de nem tud ellátogatni mondjuk a sörfőzdébe, akkor a következő évben ismét ellátogat a fesztiválra, ugye? Mert hogy az az a hely, ahol ő ehhez hozzá tud jutni. Hogy kell elképzelni? Egyébként mindjárt megmutatjuk majd a nézőknek egy kis színes bejátszásban az eddigi fesztiválok legérdekesebb pillanatait, tehát hogy kell elképzelni, ott egy pohár sörrel jönnek, mennek az emberek, vagy inkább leücsörögnek, és úgy nézik az előadókat?
Mindenféle módon történik ez a közönség részéről. Van lehetőség, sörasztaloknál áldogálnak, baráti társaságok asztalokat foglalnak, asztaloknál üldögélnek, és természetesen olyanok is vannak, akik a sörrel a kezükben, vagy sör nélkül, de tombolnak a színpad előtt a különböző koncertekre. Itt az a lényege, hogy minél több teret biztosítsunk, illetve lehetőséget a nagykárulyaknak és a környéken élő embereknek arra, hogy kimozdulhassanak otthon, és tényleg a hétköznapjaikat egy kicsikét színesebbé tegyük azáltal, hogy különböző programokat szervezünk, olyanokat, amiket itt el tudnak érni, nem kell elutazniuk távolabbra, vagy akár a fővárosban is egy-egy ilyen sör különlegességet megkóstolni. Azért itt mi nyíregyháziak szerintem néha irigyeljük a nagykálóiakat, mert ott van ugye harangod, tehát akár biciklivel is ki lehet menni, és tényleg ott a gyönyörű természeti környezetben eltölteni egy-két órát. Egy picit azért, hogyha még a fesztiválon túl megvillantanánk ezt a nyarat, hogy mi minden fog még történni ott a környéken, tényleg csak úgy címszavakban. Éppen most hétvégén költözik ki hozzánk az Óbudai Waldorf iskola Magonc tábora. Ez is egy népművészeti tábor, ők már évek óta járnak hozzánk, nagyon közkedvelt a harangod, sátortáborban fognak részt venni, azt követően egy hónapon belül pedig kezdetét veszi a 34. Téka népművészeti tábor, ahol ismételten több száz résztvevőre számítunk, ahol egy különleges alkalom fog most megtörténni, hiszen a Bürkös zenekar, a megyében jól ismert Bürkös zenekar 20. évfordulóját fogja ünnepelni. Akkor nagy buli lesz. Igen, és ez július 25-én ad otthont a tábor helyszíne, és a tábor programját is az ő szülinapi bulijukhoz fogjuk igazítani, hiszen ők a napokban, a hetekben kerültek be a megyei értéktárba, illetve Szentpéteri Zsigmondéban is részesítette a megyei közgyűlés polgármesterek javaslata alapján. És akkor van arra lehetőség, hogy függetlenül attól, hogy valaki nem a téka táborban tölti az idejét, hogy akár mondjuk ezen a nagy szülinapi estén, vagy nyilván táncház is lesz mondjuk, becsöppenjen a programba, vagy ez egy zárt dolog? Természetesen nyitottak vagyunk, különböző kézműves foglalkozásokon is részt lehet venni, nagyon sokan érkeznek Nyíregyházáról hozzánk, olyan gyerekek, akiket reggel hoznak a szülők és este viszik, ő rájuk külön gyerekfelügyelő vigyáz, egyszerűen csak ki lehet jönni és szétnézni a harangodon, a tábor életébe bepillantást nyerni, hiszen aki foglalkozásokon szeretne részt venni, vagy az esti táncházakba, arra karszallagot árusítunk, és ezért nem muszáj mindenkinek fizetni, tehát aki csak nézelődik, az kijön és szétnéz, utána pedig másnap már jöhet és bekapcsolódhat a programokba. Van-e valamilyen honlap, ahol esetleg még tudjuk böngészgetni a programokat? A Nagykálói Város honlapján lehet ezeket a programokat megtekinteni, illetve Facebook oldalakon.